Abban bízom, hogy a mai nap üzenete az túlmutat azon, hogy még néhány napig beszélünk róla, hanem hogy a mindennapunk részévé válhat az, hogy vannak sérült emberek, hogy vannak olyanok, akik esetleg az életük bizonyos pontjain, bizonyos területein segítségre szorulnak, de hogyha megkapják ezt a segítséget, és a segítség és figyelem mellett lehetőséget is kapnak, akkor tudnak bizonyítani. Amikor a művész embereknek van arra lehetősége, hogy megfogjanak egy témát, akik sokkal fogékonyabbak, mint mi hétköznapi halandók, akkor abból tudnak nagyon jó dolgok kisülni, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy majd a beugróba is lesz valami poénos fogyi téma. Én úgy gondolom egyébként, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a fogyatékosság az magával jár egyfajta szomorúsággal, apátiával, meg tétlenséggel. Mi azt szeretnénk bebizonyítani, hogy ez nem így van, és nagyon remélem, hogy meg tudjuk ennek fogni a humoros oldalát is. Ugye Cyrano is ugye mert magával viccelődni, ugye mondhatta volna szebben is kislovag, ugye mindenki ismeri ezt, és én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy mi el tudjuk magunkat önökkel, a többségi társadalommal fogadtatni, ahhoz az kell, hogy mi először saját magunkat elfogadjuk. Ez sem egy könnyű feladat, de ami ezen túl vagyunk már, pedig ugye mi mondhatjuk mi ketten biztosan, hogy ezen mi túl vagyunk, akkor igyekszünk magunkat elfogadtatni, de ez csak akkor sikerülhet, hogyha nyitott fülekre, tág pupillákra, de legfőképpen nyitott szívekre találunk. Ez most egy ilyen közösség, és én abban bízom, hogy ez a mai nap, ez ugyan egy figyelemfelhívó, de a mindennapjaik részévé válhat ez az egész történet.